Új Sejem út címmel szerveztek konferenciát és szakmai konzultációt október közepén Kínában, ahol fényes litke kapta meg a bemutatkozás lehetőségét, amelyben Kelet-Magyarország gazdasági, földrajzi és társadalompolitikai helyzetét tudták megmutatni. Köszöntöm a stúdióban Márta Mihály Tibort, fényes litke polgármesterét. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket is. Polgármester úr, kezdjük azzal, hogy miért pont fényes litke? Hogy esett fényes litkére a választás? a magyar körügy javaslatára, ugye Kínában Xi Jinping államelnök úr 2013-ban egy úgynevezett egyút, egy övezet, globális politikai irányvonalat határozott meg, aminek egyik része maga a Sejemut. Ez a Sejemut, ez egy konferencia sorozat, aminek egy része pontosan ma is zajlik, mint expo formájában, ahol most a magyar miniszterelnök Gorbán Viktor van kint. Ennek egy, egy, egy ilyen szekció ö, találkozója volt 2017. májusában legelőször, utána pedig a, a most a második alkalommal ö, történt ez meg, és minden országtól kértek, akik érintettek ez, ez, ebben a projektben, ez a hosszú távú koncepcióban, ö, javaslatot, hogy kit képviseljék adott országot bizonyos témákban. A debreceni kollégámat, illetve a Paragúr volt a kereskedési parkamal elnökeként meghívottként, illetve harmadikként pedig engem kértek fel, hogy Kelet-Magyarország, de én elsősorban megmondom őszintén, Szüke Patriarkám, Szabaszat már megyeire koncentráltam, abban a négy perces prezentációban, mire felkértek a konferencia délutánján, a fő konferenc... ugye délelőtt volt a megnyitó, és délután mm. voltak a szekcióülések, és ezen belül a városi szekcióba kerültem. Természetesen rögtön azzal kezdtem, hogy kicsi ország, kicsi településének a képviselője vagyok, de annál nagyobb értékekkel rendelkező vagyunk tudományban, aztán emberi kapacitásban, illetve szellemi kapacitásban, sportban és sorhatnám, és ez a szlájdon természetesen képformában ez megjelent, illetve kicsike a településünk, mint fényesítke. Igaz, hogy egy líder központ vagyunk, 28 település vidékfejlesztését koordináljuk, de úgy hiszem talán azért is került rám a kapcsolat a részéről, hiszen 90 óta én katonatemetőket hozok helyre, magyar katonatemetőket oroszországban Ukrajnában, egy kiváló kapcsolatokat teremtettem egyházakkal, ottani társadalmi szervezetekkel, amit a magyar külpolitika is azért tudott használni. Talán részben ezért is került ugye a figyelem terébe, fényesítke azon belül pedig a, a, a személyem. Tehát amit pe, pedig igyekeztem a szabolcs berek uh -huh. megyőről, tehát nem csak maga a földarjáhez hanem milyen ö, ö, infrastruktúrális nyomvonalok vannak, az számú korridor, aztán intermodalitás közlekedésben, ö, ha Nyíregyházának a kis repülőtelét is figyelembe vesszük, akkor a térségünkben megvan, a szellemi ö, kapacitásunk is megvan, hiszen bemutattam az egyetemeket, ö, ö, egészen a, az alapoktatástól természetesen az egyetemekig, aztán bemutattam a nagyobb cégeket, de csak név szerint. Elkészítettem egy olyan lap on olyan anyagot, amiben közvetlenül készhez adtam, hozzáférhető, tehát aki többet akart megtudni tudni Bereg megyei gazdaságáról, gazdaságföldre gazdaságáról, kereskedelméről, egyáltalán human részéről akkor azt természetesen utána nézhet. Hány ország képviseltette magát Igen. ezen a konferencián? Hány országgal kell úgymond versenyezni? Igen. 60 országot leíveszni. érintem hogy a sejem út. Azt tudni kell, hogy ennek van egy szárazföldi része, van egy tengeri része. A tengeri részéről főképpen ázsiai országok voltak, aztán afrikai országok, a és illetve európai ország részére pedig ugye a szárazföldit érinti, ami meglepetésként ért, hogy nem egy sejem útba gondolkozik végeleményben ez a koncepció, hanem kettőbe. Egyik lenne a Kína-Mongólia-Kazasztán-Mongólia-Kazasztán-Oroszország-Lengyelország, és Lódz városa zárna Lengyelországba, és Budapesten zárna a déli rész, ami tör, Törökországon keresztül a, úgynevezett a régi sejemút nyomvonalához hasonlóan alul jönne el, és Budapesten záródna. Tehát örömmel láttam, hogy a fővárosunk végeredményben a, a, célpont. Először természetesen vasúton, ezután egy ugye, közúton természetesen, és ennek a a oldal irányában úgynevezett oldalszelén kapcsolódnak ilyen városi megjelenések, turisztika ezen belül, aztán a humán erőforrás képzés, tehát azt jelenti, az, az eszméknek gondolatoknak a szabad áramlása. Nem csak a szabad kereskedelem, hanem ezeknek is az áramlása. Hol hmm. tud Magyarország ebben a 60 országban helyet találni saját magának? Mi az, amit mi tudunk kínálni. Ahogy fogadtak, ugye sajnos a Debrecen nem tudott jönni, én parogul, akkor nem találkoztam, ugye rengeteg a voltuk neki, is volt a kereső szekcióban egy, egy ilyen, ilyen, kis prezentációja, de, de engem úgy éreztem, mint magyar embert kiemelten kezelnek, pedig kicsike településről érkeztem. Én úgy hiszem, hogy a, bennünket magyarokat kiemelten kezelnek ott a, a kínaiak. Nem csak azért, mert rokon is tartanak, ezt tudni kell, hanem, hanem valahogy, egy, amikor meghalott, hogy Hungary, Magyarország, nagyon-nagyon másképpen a az emberhez, de ez bizonyítja azt is, hogy ma a konferen, illetve most Expo van ugye Kínában, Sankhajban, diszvendége pontosan Magyarország. Tehát azért ez jelzi, hogy egy ilyen kicsi ország, diszvendég lehet egy ekkora multilaterális is találkozom. Szellemiségben érzik közel magukat hozzánk, vagy mi az, ami ennyire rokonnak mutat bennünket. Én úgy hiszem, hogy a kínaiak szempontjából nem elsőbb a rokonság, sokkal pragmatikusabb a kínai vezetés. Azt látja, hogy közép-európa elég jó fejlődik most már gazdaságilag. A nyugat-európaiak egy kicsit óckodnak, ugyan a nyugat-európai országok úgy veszem észre ettől a koncepciótól, amit ugye megfogalmaztak az együtt és egyövezetben. Ellenben itt volt Olaszország, itt voltak a lengyelek, tehát azt lehet mondani, hogy a, a névetektől volt Frankfurt polgármester, a kollégám következett utánam a, a város bemutatásával, a térség bemutatásával, de úgy például a franciáktól a turisztikai hivatal vezetője volt, de ők diplomáciai szinten meg nagyváros részéről nem volt. Angolokat nem láttam, spanyolokkal nem találkoztam, tehát úgy látom, hogy egy kicsit nyugat ettől óckodik, de azt látni kell, hogy nem kell három-négy évtizednek lenni, előbb-utóbb ők is, hogy meg fogják érezni ennek a fontosságát, ennek a gazdasági irányvonalnak, egy új gazdasági tengely lesz kialakulóban, azt lehet tapasztalni. Ugye 60 ország, ami kapcsolódik, de még 24 mégis megjelent, hiszen fontos számukra, hogy itt részt vegyenek. És ami különleges volt számomra, hogy nagyon sok arab bank, vezetője, a gazdasági szekció, illetve a pénzügyi részlegen ott volt, tehát az arabok is szeretnének ide pénzt beáldozni ennek az infrastruktúrális fejlesztéséhez, hiszen két nagy tengely készül. nagyok a léptékbeli különbségek ö, a Kína és Magyarország, és különösen itt a kelet-magyarországi vagy Szabolcs megyei ö, terület között. Mégis mi az, amiben ö, mi hozzá tudunk tenni, vagy mire tud alapozódni ez a kölcsönösség? Igen. Tehát bemutattam ugye azt az ipari területet, ipari parkokat, amelyek a megyében vannak, természetesen azért a saját hazámhoz fényesít ki ez közelebb álló, ugye van egy állami ipari parkunk 165 hektáron, illetve van a záhony port, mint átrakó, nagy átrakó kapacitás, és az az északi tengely, ami a terve van, lódzik, tehát Csengdútól lódzik, és már Csengdú Moszkva között 2020-ban elkezdik a gyorsosutat, a 360-as gyorsosutat kínálják építeni, ezt most jelentették ott be ezen a konferencián, ennek egy leágazása Ukrajnán keresztül záhonyt fogja megcélozni. Tehát itt logikus az első az nem bennünket fog érinteni, az érinti ugye Budapest, ugye most Belgrád vonal ugye készül a vasúti vonalon, illetve elindul ugye ez az északi vonal, később és során fog ez bennünket érinteni. Én azt mondom, hogy kicsit azért is volt jó, hogy kicsit bele szagolt az ember ebbe a világba, a, abba a jövőbe, ami azért ránk vár. És jó erről beszélni, nem kell félni, nem azonnal fog ez ide érkezni, de ez, az a, óriási gazdasági potenciál, ami már Ázsiában van, nem csak Kína, hanem már úgy van India, ott vannak a, ugye az indonézok, a japánok és így tovább, Vietnámról nem is beszélve, előbb-utóbb ezeknek a gazdasági potenciálját, ők az árujukat szeretnék mozgatni gyorsabban ide, természetesen ugyanúgy az, azokat az árukat, azokat a termékeket, nem csak <laughs> materiális, hanem szellemi termékeket, ami nálunk van, azt ugyanúgy szeretnék, hogy oda ugyanúgy érkezzen. Tehát kicsit kinyit az a világ. Tehát úgy, úgy az eurázsi gazdasági övezetet szeretnék őkbe valójában egybe Tehát eurázsianak az a szerepét, ami volt történelmi szerepe, gazdasági, politikai, kereskedelmi szerepe, azt szeretnék most élesteni ezért is most meghívtak egy ilyen, kis helyi előadásra, Én a pontosan ezt választottam, hogy egy ősi civilizáció üállédése folyik most, aminek egy, egyik, egy pillanatra szemtanúja lehettem. És ez nagyon megtisztelő számomra, és, és, a kis közösségem számára. Hát nagyon sok kérdést vett még fel ez a téma, de sajnos az időnk letelt. Nagyon szépen köszönöm, polgármester úr, hogy rendelkezésünkre állt.